Szeretettel köszöntelek egyes csoport, remélem jól vagytok. Egy hotelből jelentkezek be Ciprusról, a körülmények nem annyira jók, hogy a kártyák igazából jól látszanak, bárhogy próbálom, csak ennyire tudom megcsinálni, de remélem attól még tudok nektek segíteni, mert nem szeretném, hogy csalódnátok, hogy nem teszek fel videókat, úgyhogy pénteken megyek vissza Londonba, addig sajnos ilyenek a körülmények, de azt hiszem, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy hogyan fog alakulni az élete. Úgyhogy ennyit tudok nektek segíteni, mert nekem is hiányoztok, tehát ha nem teszek fel videót, akkor egy ilyen kényszerérzetem van, hogy vártok engem. Úgyhogy lássuk is, ti választottátok az egyes csoport ezt a piros dobozt, ezzel a ilyen nápolyi kis rudacskákkal. Meg fogom nektek nézni, hogy mit akar ez a személy, hogy köztetek legyen. Kardok 3-as, 9-es kelyhek, szomorúság 5-ös kelyhek, kettes ászok, örvendezés, megismerni egymást, kilences kelyhek, hármas érmék, és még le is esett kettő. Yin-yang és spirituális érettség. Meg fogom nektek nézni, hogy mit jelent, mit akar ez a szeretett személy, hogy köztetek legyen. Azt érzem, bocsánat, hogy szeretné tudni az igazat, és ő is igazi akar lenni veled. Azt akarja, hogy te is igazi legyél vele, hogy felfedd a kilétedet. Azt érzem, hogy szenvedélyes új kezdetet szeretne veled. Bármilyen veszekedés volt, most már gyógyulást szeretne a kapcsolatban. És a hármas kardok és az ötös kelyhek azt jelenti, hogy szívfájdalom van neki. Bocsánat, nagyon nehéz felvenni, csúszik az asztal. Tehát a hármas kelyhek és ugyanakkor az ötös kelyhek azt jelzi, hogy szívfájdalma van, és azt érzi, hogy elvesztett valamit, tehát valami nem úgy lett, ahogy szeretett volna. Azt érzem, ez a férfi még jobban szenvedélyt akar veled, szenvedélyesebb akar lenni a kapcsolatban, és ki akarja neked mutatni most már az érzéseit. Azt érzem, hogy szexuálisan is nagyon-nagyon vonzódik hozzád. Mindenképpen több szenvedélyt akar hozni a kapcsolatban, de közben aggódik, hogy a kapcsolat nem-e felel meg neked, vagyis hogy nem felel meg neked 100%-ig. Arra gondol, hogy ő nem elég jó, kisebbség érzései vannak. Aggódnak, hogy sok a probléma a kapcsolatban, és hogy nehézségek vannak. Aggódnak, hogy nem vársz tovább és elsétálsz. Ez a férfi a legjobbat akarja neked, és pénzileg is akar neked bizonyítani, hisz itt van a hármas érmék, hogy akar neked dolgozni, hogy meg tudjon neked teremteni mindent. Ugye a férfinak általában ez a kötelessége, és ő egy régi fajta férfi, aki így gondolkodik. Aggódik, hogy elsétálsz. Ez a férfi a legjobbat akarja neked, és pénzileg is akar bizonyítani. Ha külön vagy ettől a férfitől, mindenképpen kibékülést szeretne, és szeretne veled mély kötelléket, és azt érzem, hogy vissza akar jönni, tehát a múltadból valaki visszatér, és meg akar téged még jobban ismerni. Ő olyan férfi szeretne lenni, aki egy úri ember, mint a régi világban,
a mai világban már nagyon nehezen találni, de bízunk benne, hogy azért vagyunk még egy páran, akiknek be tudunk vonzani egy úriembert. Minden kívánságodat teljesíteni szeretné, aggódik, hogy eleged van, aggódik, hogy fáradt vagy, és aggódik, hogy esetleg unatkozol a kapcsolatban. Az ötös kelyhek azt érzi, hogy elvesztett valamit, így tudom, mert nagyon csúszik ez az asztal, azt érzi, hogy elvesztett valamit, szomorkodik és szívfájdalma van, ebben a percben boldogtalan. Szomorúságot érzek nála, sok minden van az életében jelenleg, nehézségek. Dráma van az életében, vagy valami véget ért, de mindenképpen neki fájdalmas, ami most, ahogy él, most ő nem boldog ebben a percben. Valami véget ért, de mindenképpen fájdalommal jár bármi az. Lehet, van valami a családjukban, vagy a barátaival, vagy a munkahelyén, bármi, ami a világban most van, aggódnak, hogy úgy érzed, hogy kint hagyott a hidegben, vagy a sötétségben, de igazából ez nem rólad szól, jelenleg az ő élete nem olyan kerek, mint például a tied. Tudják ők, hogy most nagyon stresszesek, tudják, hogy ő most a barlangban van, és nehéz onnan kicsalogatni. Problémái vannak, de egy a lényege, hogy gyógyulást szeretne, és azt érzi, hogy nem tud most a kapcsolatra 100%-ra figyelni, mert karma van az életében. A karma pedig tanítja, tehát tanításon megy most keresztül. Elvesztették az izgalmat és a motivációt magukba, egy ilyen letargiába vannak, aggódik, hogy ezáltal neked is eleged lesz belőlük. Az ötös kelyhek azt jelzi, hogy azt akarják, hogy bízzál a kapcsolatban, azt várja, hogy a karma elmúljon, és a kapcsolat is jobb legyen, és akkor ki szeretne veled békülni. Tehát ő még bízik abban, itt az ötös kelyheknél, hogy el fog jönni az az idő, amikor itt a háta mögött ott van még a kettes kehely, ami boldogságot jelent. Most szomorkodik, hogy a tej kiment, mert fájdalmai vannak családjában, vagy a baráta, vagy a munkahelyjel kapcsolatban, de itt van a remény, a kettes kehely, amit meg szeretne veled élni, akkor, amikor ő jobban lesz, vagy amikor a karma elmúlik. Mindenképpen azt akarja, hogy bízzál a kapcsolatban, és hogy várjál rá. Várd, hogy a karma elmúljon, és ki szeretne veled békülni, legalábbis reméli. A hármas kehely azt jelenti, hogy kiborult, de még azért itt van három, ami a boldogságot jelzi. Egyszerűen nem lehet felvenni innen az asztalról. Itt van a hármas kehely, azt gondolja, hogy azért még lesz nektek boldogság, és tudtok még egymással boldogok lenni ebben az életben. Ő nem akarja feladni a kapcsolatot, és hogy a hármas kehely azt jelzi, hogy dolgozik a kapcsolatban messziről, azt akarja, amikor itt az idő, akkor lépni fog, és azt érzem, hogy kettőtök között mindenképpen lelkitársi kapcsolat van. Minden meg szeretne neked adni anyagilag, amit lehet, és szerelmileg is, tehát ő egy igazi férfi szeretne lenni. Ő egy különleges ember, reméli, hogy te ezt észreveszed, reméli, hogy a jót látod benne, és reméli, hogy nagyon tiszteled, reméli, hogy tudod, hogy ő kicsoda, hogy ő meg akar neked adni, és reméli, hogy meg fogod becsülni ezt a kapcsolatot, amikor tud jönni. A kilenc kelyhek azt jelzi, hogy a világot neked akarja adni, tehát igazából mindent meg szeretne neked adni, a szerelmet, a boldogságot, a tiszteletet, esetleg gyereket, tehát az egész világot akarja neked adni, és nagyon reménykedik benne, hogy amikor elmúlik a karma, akkor boldogság lehet köztetek. Romantikus kapcsolatot akar, biztos alapokat akar a kapcsolatnak, és ugyanakkor azt érzem, hogy nagyon-nagyon spirituális felébredése van. Úgy érzik, hogy már régóta ismernek előző életekből téged. Akik most külön vannak, azok nagyon-nagyon vissza szeretnének jönni hozzád. Mély spirituális felébredést érez, ő meg akar téged ismerni 100%-ig, és azt akarja, hogy te is megismerd 100%-ig, azt akarja, hogy teljesen egyé összekapcsolódjatok, és kihozzátok egymásból a jót, hogy
szeresd őt, lépni akar, közelebb akar jönni hozzád, egyensúlyba szeretné magát tenni veled, itt a yin-yang, tehát szeretne egyensúlyba lenni, és azt érzi, hogy most megérett a spirituális dolgokra, tehát most már tisztában látja, nem csak kívülről szemléli a kapcsolatot, hanem spirituálisan felébresztették az angyolok vagy az Isten, és tudja, hogy te vagy az igazi. Tudja, hogy lépni kell, és lépni is fog. Nem érdekli, ha elbukik, de magán addig is kell dolgozzon, egyensúlyba szeretni hozni a kapcsolatot és magával is, hogy amikor visszatér, akkor harmonikusan tudjátok együtt leélni az életeteket. Most már sokkal optimistább akar lenni, mint a múltban, mert azt érzem, hogy a múltban nagyon pessimista volt, de szeretne veled örvendezni, kibékülni, amikor eljön az idő. Te vagy neki az igazi, te vagy neki a mindene. Meg szeretne téged ismerni úgy, ahogy az illik, kívül, belül. Csak adjál neki még egy pici időt, mert ebben a pillanatban vagy a családjában, vagy a barátainál, vagy a munkahelyén gondja van. Tehát egy kicsit adni kell neki időt, de gondolom, hogy ahogy annak véget ér, vagy ez a karma véget ér, akkor közelebb fog jönni, és senki mást a világon nem akar, csak téged, veled akar egyensúlyba lenni, örvendezni, és azt gondolja, hogy mindent meg szeretne neked adni, amit ő egy régi módi férfi gondolkodású, hogy ő akar dolgozni, és ő akar neked mindent megadni. Azt gondolom, hogy érdemes rá várni, mert nagyon pozitív ez a vetés, és ha van időtök, és tudtok még bízni benne, akkor azt gondolom, hogy megéri. Most 1-2 hónappal most már nem vesztünk, ha már ennyit beletettetek a kapcsolatba, és azt gondolom, hogy érdemes rá várni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem sokára jövök új videóval, sziasztok!